egy vers. Lassan árad el korszakok felett, időtlenül él. Az emberek már nem is tudják, honnan ismerik. Könyvben olvasták, iskolában tanulták, vagy éjfél után szavalta egyszer valaki. Az ifjúságnak abban az érzékeny szakaszában, mikor fiatal emberek agyon cigarettázott állapotban, a bérleti szobában, éjfél után még verseket mondanak fel egymásnak. Vagy egy nőnek olvasta fel egyszer, mert hiányoztak saját szavai. A vers él, lebeg a nemzedékek felett. Már régen külön vált a műtől, melynek egyik szerves alkatrésze. Él emberekben, akik talán nem is tudják, ki írta, s él emberekben, akik talán nem ismerik, sosem hallották vagy olvasták a verset, de hangulatát örökségbe kapták szüleiktől, környezetüktől. A vers él, és szétáradt a magyar világ felett. Nemzedékek hangulatába szívódott fel, emberek idegeibe itatta be magát. Férfiak eszméletében rémlik fel, mint valamilyen személyes élmény, üzenet, híradás, amely csak rájuk tartozik. Ilyen különösen él tovább egy vers. Megyek az utcán, vasúti kocsiban utazom, és egyszerre hallom ütemét, és megnyugodva veszem észre, nem vagyok egyedül. Egy költő üzent nekem valamikor, valami rám tartozott, személyeset. És ha minden könyvpéldányt mágiára raknak, mely ezeket a verseket őrzi, akkor is megmarad sértetlenül, másíthatatlanul, minden magyar nemzedék számára, bezárva ebbe a mi édes, vad, idegen nyelvünkbe. S nem sejti, nem érzi, nem eszméli soha senki idegen a világon. Mert a verset csak anyanyelvén lehet közvetíteni. Szegény angolok, szegény franciák, gondolom féltékenyen, büszkén, és lehetetlenül soha nem ismerhetik meg a legszebb dolgok egyikét, amit ember az embernek adhatott, amit én ajándékba kaptam, a szeptember öröksége. Minél kevesebb meseíró van a világban, annál szomorúbb a világ. Akkor mentek igazán jól a dolgok, amikor minden falura, minden közösségre jutott egy mesemondó. Az emberek boldogabbak voltak, a bajok könnyebben megoldódtak. Aztán, ahogy fogyatkoztak a mesemondók, úgy lett egyre nagyobb a baj. Most, hogy elment közülünk a legnagyobb meseíró, most vagyunk csak igazán bátran. Ki fogja nekünk megmutatni ezután, hogy a legsötétebb sötétben, a pomogácsok fenyegető közelségében is lehet élni? Ki tanít meg bennünket bukfencezni, bárány felhőt bodorítani, és ki fog kirángatni a vízzel telt szarvas nyomszomorúságból? Ki fogja mondani nekünk, hogy dömdödöm, 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 dömdödöm? Legjobb lesz, ha ezügyben a mesékhez fordulunk segítségért. Lázár Ervin meséi engem ugyanis arra tanítottak, hogy mindig van remény. Még akkor is, ha a kerek erdő négyszögletűre sikeredik. Mert nem az a fontos, hogy az erdő deformálódik, s a kerek négyszögletű lesz, hanem az, hogy mégiscsak létezik egy hely, ahol nem számít, ha az ember kicsit előtt a megszokottól. Például kék, miként ló szerafin, fenyőfa létére lépkedni tud, akár nagy zoár, fékezhetetlen agyvelejű, szeleburdi, öreg, vagy csak annyit tud mondani. Dömdödöm. Az egész ifjúkoromat áthatotta ez a Lázár Ervin meséjéből merített remény, hogy egyszer én is megtalálom majd azt az erdőt, legyen akármilyen formája is, és végig bukfencezem az elejétől a végéig. Hittem benne, hiszen a mesemondók minden szava igaz, hogy míg kamakka értem is eljön, és magával visz oda, ahol nem kell szégyenkeznem azért, mert egy kicsit másmilyen vagyok. Elvisz oda, ahol kicsit mindenki másmilyen. De ez nem számít.
mert erősebb kötelékek is léteznek, mint az, hogy újjal mutogatunk a másikra, hátat fordítunk neki, megbélyegezzük, leszóljuk, netán becsméreljük. Ha Lázár Ervin azt állítja, hogy ez a világ létezik, akkor ez bizonyára így is van. Újszülött fiamhoz írott értekezés anyanyelvünk egynémel sajátosságáról. Csak üveglapon át láttalak. Úgy mutatták fel egy nővér karján, fehérbe pólyált piros pofácskádat, mint valami ritka, csodálatos virágot, melyet egy lehellet elhervaszthat. Üveg volt köztünk, mert attól féltek, hogy megfertőzlek. Hozzám már mindenféle piszok tapadt. Hangom is megronthat, tekintetem is. Lelkem, mint bogáncsal, tele van gizzelg azzal, ami rám ragadt egy életen át. Majd, amikor parányi szervezeted megbirkózni kész a világ veszélyeivel, akkor mi is megbarátkozunk. Majd megtanulod a szavakat, a szép magyar szavakat rendre. Emlékszem, mikor én tanultam a szavakkal bánást. Furcsa időket éltünk akkor. A magyar nyelv egyik-másik szava olyan csengést kapott, mint amikor egy hamis 5 forintos odapendül a pénztárasztalhoz. Épp azok a szavak, melyek oly nagyon szerettek volna tetszeni nekem, s melyeket ifjan oly jól esett volna teletorokkal elkiabálni. De épp ezek voltak a kimondhatatlanok. Úgy látszott, mintha valamilyen illetlen zönge kísérni őket. Az emberek feszengeni kezdtek, félrenéztek, másról kezdtek beszélni, ha mégis elhangzott egyik, másikuk. De már újra jönnek ezek a szavak. Ne félj kiejteni, hogy emberiség, s azt sem, hogy haza. Ne hidd el senkinek, hogy ezek nagy szavak. Nem nagy szavak ezek, hanem szép szavak. Ezek a legszebb magyar szavak, még azoknál is szebbek, melyek neked most a legtetszetősebbek. Szebbek annál, hogy tej, hogy anya, hogy élet. Ezek a mi nyelvünk aranykincse. Mondd ki mindazt, amit nekem oly nehezemre esett mondani. Mondd ki, ha kedved támad mondani. Én az emberiségért élek. Mondd ki, ahányszor jól esik mondani. Ne félj attól, hogy megkopnak, elvásnak ezek a szavak. Ezek a használatban tisztulnak és keményednek, mint a lágyvas a kalapács ütéseitől. Szépen tanulj meg magyarul beszélni. Kodály tudósi személyisége. Mielőtt a sokrétűségében is egységes életmű népzenei vonatkozásainak tárgyalásába fognánk, a kutatás során szerzett ismereteink alapján megkísérlünk választ keresni arra a kérdésre, milyen személyiség volt a tudós Kodály. Személyes adottságai közé tartozik rendkívüli szellemi fogékonysága és memóriája, amivel mindent magába szívott és emlékezetében megőrzött, ami környezetében hatásként érte, és ebben a zenei emlékezetnek már kiskortól kiemelkedő helye volt. A másik adottság az a természetes esztétikai érzék, fejlett szellemi ízlés, amely már igen fiatalon biztos ítélettel irányította őt a valódi értékek felé. Alkatából adódóan, de a gyűjtő utak tapasztalatának köszönhetően és nagyfokú szociális érzékenységet tanúsított, azon személyek sorsa iránt, akiknek szellemi kincseiből merítve ő maga is gazdagodott, de azok iránt is, akik céljait magukévá téve munkatársához szegődtek. Egész életművét egyfajta személyes felelősségérzetből táplálkozó humánum hatotta át. Kodály, bár felfogásában sok tekintetben modern volt és megelőzte korát, klasszikus kultúrán nevelkedett. Egyéniségétől, vérmérsékletétől távol állt mindenfajta lázadozás a család, a környezet, a körülmények, tanárok és a többi ellen.
amint az sok kortársát jellemezte. Az a fajta ember volt, aki a nehéz élethelyzetekből, bonyolult emberi viszonyokból mindig gazdagabban került ki, és környezetét is gazdagította. Ezek a vonások nem kevés alkalmazkodást, mások iránti bizalmat feltételeztek. A szó legnemesebb értelmében vett tanítói adottságaiból fakadt, hogy a birtokába jutott szellemi értékeket állandóan megossza. Zseninek született, de adottságai megóvták attól, hogy tehetségét szétaprózza, vagy pedig környezete számára elviselhetetlen, életidegen különccé váljék, akit kivételes tehetsége, tudata az őt körülvevők zsarnokává tesz. Kodályt Bartókkal együtt nem csak egy tudományág és intézmény megteremtőjeként tartatjuk számon, hanem e tudományágon belül az évlegtáblát, hanem sokkal jobban szeretni. Anyatej, anyanyelv, anyaföld, anyaország. Még legalább kétszer ennyi gyönyörű anya előtagú vagy abból képzett szót írhatnék ide, melyekhez kivételes lelki tartományok kapcsolódnak azok körében, akiknek nyelvén szólok. Akik megértik, és maguk is értetik ezt a nyelvet. Anyanyelvüket. Minden nyelv, függetlenül attól, hogy mekkora népesség használja, élteti, vagyis alakítja, képes arra, hogy valós párbeszédbe kezdjen a világgal. S ha a világgal társalkodik, titkokat nyitogat és őriz egyszerre. A kis nemzeteket vagy a háborúságban szétszórt, töredék népeket, kiket megsanyargatott a történelem, legtöbbször nyelvük veszélytésére ítélik olyan formán, hogy más nyelvű, nagyobb népek gyámsága alá helyezik őket. A kitépett vagy lenyelt nyelv és az így végképp elnémult száj, a többszörösen lenyesett képzelet szimbolikája az egyes ember és közössége végórájaként vetül az égre, és aztán innen indulnak a csodák. Mert valóban, nyelvében él a nemzet, sőt, abból, a legkisebb is. Ebben a csodálatos lelki-szellemi erőtérben, ahol hangok sorával megérteti magát, anyanyelvén fedezi föl a világot, és születése pillanatától élete végeztéig ez a legigazibb otthona. Aki Európa közepén a magyar nyelvet kapta örökül anyjától, az látszólag a legtárstalanabb, legkülönösebb nyelvre mondhatja, hogy már több mint ezer esztendeje, hogy ez az anyanyelve. És azt is, hogy kiállta a viharokat. Mert a történelem minden gyilkos igyekezete ellenére fönnmaradt, sőt, megtartotta a nemzetet is. Mert voltak papjai, költői, szentjei, tehát hites bujdosói, akik ebben a nyelvben gondolták el a paradicsomkert és a végítélet közti titkokra a megfelelő szókat, igéket és imákat. És a nyelv úgy súgott nekik Isten által, hogy megmaradt az éltető nemzetség is. Végezetül azt mondom, nem félteni kell anyanyelvünket, hanem sokkal jobban kell szeretni. Akkor és most, akkor Szilveszteri 12. Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri hangulat nagyon is összeded valami, és kiváltaz a hívő számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója, a szilveszteri 12. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy magának az időnek ünnepe, magának a titokzatos,
földi időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük. Tulajdonképp csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. A szilveszter mégis a végtelen, a karneváli öröm órája lett, és mintha emögött az öröm mögött, még ma is valamiféle vogány szív dobogna. Nem csoda aztán, ha új év napja sokak számára a kijózanodás szürke szomorúságával egyenlő. Pedig gyönyörű alkalom az igaz terű. S tegyük hozzá a földi öröm számára. Mert valóban az. Földön járó ünnep, s ezt a földi mosolyt nem is szabad megtagadnunk tőle. 12 óra van. Az éjszakában most fejezte be körforgását a föld, és most kezd egy újabb égkör írásába. Fejünk fölött, mint forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a mi szívünket pillanatban egyedül övé, egy csodálatos mozgás, múlás és érkezés urái. S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban se. Véghetetlen csendben és szelíden Isten most hagyja csillagnyájait az új esztendőből, az új esztendő mezőjéhez. Halad a kor, s mi is haladunk vele. Írtam, valahol úgy 2 évtizede, és aggódva hozzátettem. De hova halad a kor, és hova visz bennünket? Költői, szónoki kérdésem pusztába kiáltott szóként veszett a semmibe, akkor is, azóta is mindannyiszor. Példákat kutatóként sem mondok itt, bár magánemberként nekem is kicsusszan egy-egy a számon. Csak hogy nem akármikor, és akárhol. Gondolom, sejteni már, hogy azokra a válogatott, vagy nagyon is válogatás nélküli gorombaságokra és trágárságokra gondolok, amelyeket tizenéves fiúk és leánykák szájából épp oly természetességgel hallunk a legnyilvánosabb helyeken is kiröppenni, ahogy ma már mozikban, kabarékban, egyes rádió és tévéműsorokban is. Elég két hasonkorú vagy hasonszőrű partner, és az utcán, járműveken is akaratlan hallgatóivá válhatunk olyan magánbeszélgetéseknek, amelybe a többség még halva is belepirul, és elég egy humorosnak szánt könnyű, vagy realistának szánt komoly műfajú művészeti produkcióra kapcsolni, s már is elönt minket a téma a maga legközönségesebb szókincsével. Egyre nehezebb eldönteni. A mindennapi élet eldurvulása hat-e a művészi tükrözésre, vagy ez arra? De akárhogy is, a kettő semmiképp sem független egymástól, sőt egymást támogatva, erősítve halad, mind lejjebb és lejjebb. Mert ami művészi szándékú, s ráadásul tömeges, az hatásában sosem marad a puszta tükrözés szintjén. Formál, alakít egyszer s mind. Legalább azzal, hogy szentesít, akárha szándéktalanul is. Hiába érzi így az író, ez így van. Az olvasók, a hallgatók kisebbik, de hangadó része így érti. Ez így van jól. A nagyobbik, de hallgató hányat meg így. Ez sajnos így van. Tehát a vaskosság kit felháborít, kit elbátortalanít, de senkire sem hatástalan. Szólj, s ki vagy, elmondom. Idézzük Gazincitól. Hozzátehetem, ha hozzám, vagy előttem szólsz, akkor azt is, minek nézel engem, címzett vagy véletlen. Ki a magyar? Részlet. A jövendő magyar. Az ember dolga a földön, hogy minél tökéletesebb, emberiesebb ember legyen. Minél értelmesebb, jobb és becsületesebb. Hogy minél szabadabb legyen anélkül, hogy embertársainak szabadsághoz való jogát megsérteni.
Ez a dolga a nemzeteknek is, az állandó tökéletesedés. Megőrizhetik, jó is, ha megőrzik egyéni sajátosságaikat. Egy nemes versenyben, egymást nem elfojtva, hanem ösztökélve közeledhetnek a célhoz, az emberiség nagy eszményének megvalósításához. Az első nemzet az lesz, amely először éri azt el. A nemzetek még messze vannak a tökéletesedéstől. A magyarnak is sok tennivalója van, hogy magát kifelé és befelé egyaránt ilyen eszményien szabadnak mondhassa. Történelmünk szomorú volt. Rengeteg előre nem látott szerencsétlenség hátráltatta a fejlődésünket. Fejlődünk. Az egyéni lelkületű magyarság ismeri a közös nagy célt, tudja, mire kell törekedni. Van akarata is hozzá. Nagyjaink ezt a törekvést, ezt az akaratot képviselték. Ők a példaképek. Ők vizsgáztatnak magyarságból ma is. A magyar az, aki bátran szembenéz a nép bajaival, a nemzet fejlődésének akadályaival, aki a szabadságot ma is minden téren meg akarja valósítani, aki a népnek műveltséget, egészséget, jólétet akar, aki a földművesnek földet, a munkásnak méltó hasznot, mindenkinek emberi bánásmódot kíván, egyéni érdek ellenére is, aki egy nyomorult, éhező vagy jogfosztott láttán saját magát is sértve érzi emberi, magyari mi voltában. Mit mondjak még? A magyar az, akinek a jellemzésére azt mondhatjuk el, amit a tökéletes emberről gondolunk. Örüljünk, hogy annyi kanyar után ilyen egyszerű megoldáshoz jutottunk. A kérdése ilyen kereken megfelelhetünk. Ez a bizonyíték, hogy bár változatos területeken, de mindig egyenes irányba jöttünk. Amit a magyar természetről elmondtunk, csak azért mondtuk el, hogy bizonyítékot szolgáltassunk, képesek vagyunk erre a fejlődésre. Ehhez elsősorban lelki tulajdonságok kellenek. Magyar én előttem az, aki nem bírja a homályt sem a börtönben, sem a gondolatban. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, időn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Minden nép közösség. Részlet. Anyu viszont nehezen kezeli a dolgokat, mert amikor magántanulóvá váltam szeptemberben, számtalan bulvároldal beszámolt róla, és ott a kommentek 99%-ban ellenezték a döntést, mondván, hogy a gyereknek az iskolában a helye. És pont. És ilyenkor nyilván a szülőt kezdik el piszkálni, hogy miért engedi dolgozni a 10 éves gyerekét, és mégis milyen dolog, hogy rója az estéket fellépésről fellépésre. Ez mind hülyeség. A zene nekem nem a munkám, hanem a szenvedélyem, ami a szerencse folytán időközben a munkámmá is vált. Nem egyedül járok fellépni, körte minden alkalommal ott van velem, és vigyáz rám. Az pedig, hogy anyu támogatott abban, hogy valóra váltsam az álmaimat, mindez 16-17 évesen alkutárgyát képezi. Ameddig rendben van a suli, ebben az esetben magántanulóként a vizsgák, addig nem szól bele. A többi rajtam áll, meg valami kiegyezésen, amit meg fogok tanulni. Csak még várom, hogy magába szippancson a történelem szeretete. Eddig elkerült, de majd biztosan szippant. Egy kisebb káosz alakult ki a nappaliban, mert anyu a töri miatt hisztizett, hogy nem igaz, hogy nem tudom megtanulni. Lili Márkról magyarázott, hogy mennyire örül annak, hogy újra látja. A húgom a földön élő utolsó márker, ő a végsőkig, és talán azután is kitart. Anti pedig minden előzmény nélkül hegedülni kezdett, mert mániája, hogy nálunk gyakorol. Gyönyörű, de keserves is a csoda gyerek sorsa. Aprón ismeri meg a világot, szépségeit és csúfságait egyaránt. Dolgozik, amikor mások még játszanak, és összeütközik a világgal, amikor felnő. És a világ elfordult tőle, mert nem aranyos kisgyerek többé.
Kezdődik a harc. Tudja elpótolni az élettehetség a pöttöm termett báját. Ezt az utat járta végig Mozart. Élete első pillanatától zene, első dúdolgatásától, zongora pötyögtetésétől bámulat vette körül. Óvodás korában zongorázta végig először Európát. Országok és a zene uralkodói dédelgették. Ő pedig hallgatózott, nézelődött és, mint a féle gyerek, utánzott mindent, amit látott, hallott. Versenyművet írt, ahogy apjától látta. Szimfóniát, ahogy a nagy Bach, Johann Sebastian elrugaszkodott fia, Johann Christian. Olasz operát, ahogy az olasz mesterektől látta. De fülébe jutottak az osztrák piacterek bohókás, a népdalból sokat őző daljátékainak dallamai is. Miséket írt, ahogy a templomban hallotta, és kamaramuzsikát, amilyet otthon apja és zenészbarátai játszottak. Mannheimben hallott valami nagyon érdekeset. A sok-sok tagból álló zenekar egy hangszerré lett, együtt játszott, a hegedűsök pontosan egyszerre húzták és egyszerre emelték fel a vonót, egész másképp hangzott, mint addig. És ami még érdekesebb, nem csak hangosan vagy halkan játszottak, hanem átmenetekkel, fokozatosan erősítették és halkították a hangot. És ettől kezdve az ő művében is így szólt a zenekar. Figyelte idősebb, legjobb barátjának, Joseph Haydn-nak a zenéjét, és gyűjtögetett. Aztán felnőtt, és a világ hátat fordított neki. Irigyei támadtak, és egyedül maradt. Egyedül maradt, és megtalálta önmagát. Azt hitte, olyan zenét ír, mint addig. Olyat, mint a többiek, csak éppen jobban. Pedig ez már más volt. Egy új zenei nyelv, mint abból, amit gyerekkorában összegyűjtött. És akkor elhúzott, mint az üstökös valamennyi pályatársa mellett, és egy pár év alatt eljutott arra a csúcsra, ahol az egész zenetörténetből kevesen vannak társai. Többek között azok ketten, akikkel együtt gyúrta formálta ezt az új nyelvet, amelyet ma bécsi klasszikus stílusnak neveznek. Haydn és Beethoven. Meg az a másik kettő, akik felnőtt korában a legtöbb új, illetve régi gondolatot adták zenéjének, az előző korszak két óriása, Johann Sebastian Bach és Handel. De még valamit teremtett Mozart. A szabadon én nem ismerhettem halhatatlan fejét. Az idő ezt megtagadta tőlem. Sokszor elképzelem, találkozunk az utcán, s leülünk valahol egy feketére. Nem is tudnék beszélni. Ha nagyon egyedül vagyok, mindig ő jut eszembe. Ő, amilyennek én képzelem. Ismerem a róla szóló könyveket, cikkeket, bírálatokat a könyveiről, kortársak megemlékezéseit és szóbeli közléseit. Nem úgy gondolok rá, ahogy ezekben az írásokban szerepel. A szerelemben sem mások szerelme fáj nekem. Az nem érdekel, hogy mások mit mondanak a szerelemről. Nem érdekelnek az emberi adalékok. Egyszer kimentem a temetőbe. Elhagyott, gazos sírját fölkerestem. Szerettem volna megmondani neki, hogy de hát akkor még nem tudtam a kiszáradt csontokkal kötekedni. Féltem a haláltól, mint ahogy féltem magamtól is. Bolond, mohó darazsak dögtek, lepkeszikrázott a temető döbben nyarában. Ő mégis kivallatott némaságával, mint az orvos, akkor tudatosult bennem, hogy hozzájárok pszichoanalízisre. Hozzá. Az elnémulthoz, a fájdalmas szeműhöz, a tudatosítóhoz. Tudatosította bennem az embert, és tudatosította bennem a halált is. Hogy az életbe bele kell halni, mert ez a törvény, de csak így szép, így igaz. A kötelességre tanított meg engem a szótlan. Azt mondta, szemed van, láss, szíved van,
fájjon, tudatod van. Keresd meg hát a törvényt, az összefüggést. Még a fájdalomért is érdemes élni. Még egy halhatatlan sorért is érdemes volt élni. Ő mondta, a jó vers olyan, hogy minden sora a lehető legjobb sorok maximuma. Felszólította a tökélyre. Neki minden sora a tökély. Nemes Nagy Ágnes, írásjelek. Az írásjelek birodalma szegényes. Rendkívül keveset fejeznek ki, és azt is megcsontosodottan. Micsoda gyötrelem mondatformálás közben minduntalan belebotlani a pont-pont vesszőske kötelező, szükséges, ám de kínosan szűkös választékába. Elvégre a vessző és a pont között egy nagy tartomány terül el, amelyet csak lazán, felületesen tölt ki a kettős pont, a pontos vessző, a három pont, a gondolatjel. Mindnyájan tudjuk, vannak nagyobb hiátust, szünetet jelző vesszők, és vannak egészen kicsi, leheletnyi megtorpanást érzékeltető. A kettős pont, a pontos vessző még hangulatában is kötött, főleg az értekező, gondolati szövegnek a tagolói. A három pont pedig, szegény három pont, olykor kihagyást jelölhetünk vele, megszakítást, sőt ironikus elhallgatást, de ehhez már némi művészgyakorlat vagy szerencse kell. A két gondolatjel, a közbevetést jelölő ugyancsak az értekező szövegé, az egy gondolatjel, mint elválasztója egy-egy mondatzáró szövegrésznek, meg túlhangsúlyozza az elválasztást, túl nagy értelmi nyomatékot ad neki. Felkiáltójel, kérdőjel, zárójel, mi is van még? Kevés, siralmasan egyhangú, nevetségesen vázlatos. Hol van mindez az élő beszéd, a hangsúly, a hanglejtés, a mimika, a kézmozdulat végtelen széles skálájától? Szemantika és szemiotika viszonyában harcával az emberi test, az emberi hangjáltan a csöppet sem elhanyagolható. Nagyon is megértem a század elejé költészet dacos mozdulatát, amit csúpa vágja az egészet. Ki vele a versből? De hát ez sem megoldás. A csökkentett, az olvasáshoz mellékelt nulla információ legfeljebb esetenkénti megoldás. Vagy az ellenkezője volna jó? Találjunk ki új írásjeleket? Illetve a tipográfia ilyen-olyan változatait, rajzolt betűt, szabad szó és betű elejelzéseket? De hiszen mindez ki van találva régen. A század elő óta kísér minket a képvers. Amire én gondolok, sokkal egyszerűbb, sokkal általánosabb. A nem művészi szándékú, a mindennapi, a bármifajta írásbeliség vizuális közlőértékének némi növelése. Ez kellene nekem. Nem a lánglelkű, egyéni találmányok, a villámgyorsan modorossá fajuló ötletek sora kellene, pusztán annak tudomásul vétele, hogy írásjeleink elszáradtak. Hogy összeszikkadt kötelékeikben nem egyszer kínosan, sőt, félrebicsaklóan mozog a mondat. Meddig él a nemzet? Írásba adom, addig mindenképpen él, míg a gyermeket anya hozza a világra. Mert a vérségi kapcsolat bizony nem történelmi kategória. A tisztességes ember, aki az életet az édesanyjától kapta, emberi minőségét családjától, szülőföldjétől, nemzet édesanyjától, egyiket sem fogja aljasul megtagadni. És mindig lesz annyi tisztességes ember, amennyi a nemzetet tovább életeti. Az anyanyelv közvetítésével kaptam minden értékét az életemnek. A környező világot építette belém. Embereket, tájakat, eszméket, de még a portabeli malacolat is. Magát a szót malacol, ha olvasom vagy hallom, annak a képe dereng elő, amelynek padlásán csak hason csúszva kutakodhattam. Fel sem igen fogjuk gondolataink, érzelmeink, hangulataink mennyire a nyelvhez kötődnek. Mennyire az anyanyelv szavaiban, szófűzéseiben épült ki bennünk a környező világ tükre. Semmi annyira nem közös örökségünk őseinktől, mint az anyanyelv. És mindaz a szín, hangulat, költészet, szellemi kútforrás, amit az anyanyelv fordoz.
Tudomást sem véve róla, ösztönszerűen használjuk, mint a levegőt. Gondolatunk minden moccanása a belénk rögződött szavakból áll össze. Mégsem úgy örököltük, mint a termőtalajt. Művelni kell, gondozni, humuszréteget gazdagítani nemzedékről nemzedékre. S gyomtalanítani. Tisztogatni folyamatosan, hiszen beszennyeződik, mint a termőtalaj, mint a levegő. Ha nem volna ez a csodálatos anyanyelvünk, ez a csodálatosan gazdag, hajlékony, az élmény frissességével érzékletes, ez az önmagunk feladása nélkül el nem idegeníthető, rég kivesztünk volna már a világból. Ezt a népet az anyanyelve tartotta meg magyarnak. A régiek még tudtak. Idős barátom így nosztalgiázott a minap. Bezzeg a régiek! Ők még tudtak magyarul. A hajdani hírlapokban, az egykori elbeszélésekben, a régi regényekben tizedannyi magyartalanságot, nyelvtani vétséget találunk, mint a mostaniakban. Népünk egyre gyatrábban tudja a saját anyanyelvét. Nem akarom szaporítani azok számát, akik a jelent állandóan a múlthoz hasonlítják. Föl kell azonban hívnom a nosztalgiázók figyelmét valamire. Mégpedig arra, hogy apáink, nagyapáink, dédapáink korában sokkal kevesebben írtak újságot, könyvet. Közülük is elsősorban azoknak az írásait olvassuk, akiknek a műve maradandónak bizonyult. Ők mesterek voltak. A magyar nyelv mesterei. De vajon tudtak-e jól magyarul azok is, akiknek írományait mára belepte a bor? Akiknek könyveit, cikkeit, értekezéseit nem adták ki újra meg újra? A mai világban sokkal többen írnak és többen beszélnek a nyilvánosság előtt, mint 50 vagy 100 évvel korábban. A megszámlálhatatlan újság, a szórakoztató és áltudományos könyvek piaca, a rádió és televízió adók meg annyi mikrofonja valósággal vonzza a közlékeny embereket. Írnak, nyilatkoznak, csevegnek. Nem zavartatják magukat attól a ténytől, hogy a fogalmazás csinyát-bínyát nem tanulták meg. Azt hiszem, nyelvünk javulásának, tisztulásának nem az a módja, hogy ritkuljon az írók, újságírók, riporterek, nyilatkozók és reklámszövegezők népes tábora. Van másik út is. Tanulják meg a mesterségüket. Mesterségüket, amelynek alapeleme az anyanyelv tudása, szabályainak ismerete. Biztosan tudom, hogy vannak és lesznek, akik megtanulják. Közülük kerülnek ki majd azok, akiket úgy emleget a jövőbeli nosztalgiázó. Ja, kérem, ők még tudtak magyarul. A nyelvészetről. Ennél emberi tudomány nincs. Mindnyájunknak egyforma köze van hozzá. Megkívánják tőlünk, hogy ismerjük a villamosság mi voltát, amelyet naponta használunk, utazunk, főzünk, világítunk vele, de a nyelv törvényeinek ismerete, amelyet sokkal többet használunk, kis távolok és végtelen tájak átrepülésére, már nem kötelező. Mi, magyarok, leszépítsük a dolgot. Komolyan és mélyen még soha se szerettük a nyelvünket. Ha szerettük volna, sokkal jobban érdeklődünk iránta. Elfogadtuk készen, éltünk vele, mint a gyári áruval, mint a pénzzel. Csak hasznunk volt belőle. Érette, nem tettünk semmit. Hiányzott belőlünk a fantázia, hogy egy szóba belevetítjük egész énünket, rajta keresztül, mint egy színes, bűvös üvegen nézzük a világot, a mélyére tekintsünk. Meglássuk benne korokszerű, rétegszerű lerakódását, nemzedékek kezemunkáját, sok száz és ezer ember formáló lelkét. Szavainkat egyedül, elszigetelten,
számkivetetten kaptuk kézbe. Nem voltunk kíváncsiak a rokonaikra, a családjaikra, a korukra, mint azokéra, akiket szeretünk. Nekem ennek az új szótárnak az átlapozása izgatóbb művészi élmény volt, mint egy regény. 2-3 napig bujkáltam a szavak rengetegében. Azután gyönyörködtem külön-külön egy-egy szó muzsikájában. Addig mondogattam magam előtt, addig zsongattam vele a figyelmem, amíg elvált a fogalomtól, amelyet jelent, szabadon, testtelenül, bátran önálló életre kelt, és ekkor kiszabadulva a szokott kapcsolatból, megnyilatkozott előttem rejtett, metafizikai és zenei értelme. Hipnotikus hatása van a szónak. A gyermeknek mindegyik szimbólum. Ami a felnőttnek eszköz, az neki varázsos játék. A művész, aki jobban ismeri a szó és a fogalom kapcsolatát, mint a gyakorlati ember, nagyon közeledik a gyermek szó szemléletéhez. Amikor ír, meglazul ez a merev kapcsolat, és a fantázia ellenőrzése mellett minden lehetségessé válik. Itt kezdődik a szavak fölényes élete, a szavak kultúrája. Nem, hanem sokkal jobban szeretni. Anya mi, anya öl, anya szült meztelen, anya jegy, anya te, anya nyelv, anya föld, anya nemzet, anya ország, anya szent egyház. Akár egy vers, mondhatnánk a litániás sorolásra. S még legalább kétszer ennyi gyönyörű anya előtagú, vagy abból képzett szót írhatnék ide, melyekhez kivételes lelki tartományok kapcsolódnak azok körében, akiknek nyelvén szólok. Akik megértik, és maguk is értetik ezt a nyelvet. Anyanyelvüket. Minden nyelv, függetlenül attól, hogy mekkora népesség használja, élteti, vagyis alakítja, képes arra, hogy valós párbeszédbe kezdjen a világgal. S a világgal társalkodik, titkokat nyitogat és őriz egyszerre. Valóban, nyelvében él a nemzet, sőt, abból, a legkisebb is. Ebben a csodálatos lelki-szellemi erőtérben, ahol hangok sorával megérteti magát. Anyanyelvén fedezi föl a világot, s születése pillanatától élete végeztéig ez a legigazibb otthona. Aki Európa közepén a magyar nyelvet kapta örökül anyjától, az látszólag a legtárstalanabb, legkülönösebb nyelvre mondhatja, immár több mint 1000 esztendeje, hogy ez az anyanyelve. S azt is, hogy kiállta a viharokat. Mert a történelem minden gyilkos igyekezete ellenére fönnmaradt. Sőt, megtartotta a nemzetet is. Hol föntről, isteni, mágneses erővel, hol a nádasok, zsombékok, béka kurutyos mélyéről adván a támasztékot. Mert voltak papjai, költői, szentjei, tehát hites bújdosói, akik ebben a nyelvben gondolták el a paradicsomkert és a végítélet közti titkokat, titkokra a megfelelő szókat, igéket s imákat. S a nyelv úgy húgott nekik Isten által, hogy megmaradt az éltető nemzetség is, egymást erősítvén a bajban, romlásban, majd a gyógyulásban. Végezetül azt mondom, nem félteni kell anyanyelvünket, hanem sokkal jobban kell szeretni. Akkor és most, akkor és ott, mindenkor. A szeretet partitúrájában ne a féltést és ne a siránkozást vagy a jajveszékelést kottázzák a nyelv őrző angyalai, hanem a biztos derűt, s ha tetszik, az óvó büszkeség, a nyelvet bátran megvalló öntudat hangjegyeit, mert csak a szeretet védelmezheti meg és teremtheti újjá az isteni rendelés szerint ajándékul kapott anyanyelvet, a miénket is. Szavak honfoglalása. Részlet. Hogy milyen fontos a levegő, csak azt tudja, aki már fulladozott. Hogy milyen fontos a nyelv, csak azt tudja, akibe már belé akarták folytani a szót. Ha hegedű művész lennék, testileg a kezemet félteném mindenek felett. Ha balett táncos lennék,
tízszeres Isten csapása lenne lábon bénulása. Kiméri fel azonban, hogy az ember legelsőképpen beszélő lény. Emberré válásában, s még inkább emberebbé válásában megszólalása a lényeg. Ember mi voltában jelesebb szerepet játszott a szókészítés, mint a szerszámkészítés. Bizonyára voltak pattintott szavaink, meg csiszoltabb szavaink, volt kőkorszaka és vas és bronzkorszaka a nyelvnek is. A föltárt sírokba, a régészeti leletek mellé oda kell képzelnünk a láthatatlan szóleleteket is, azt, ahogyan 100 000 évvel ezelőtt szólította meg anyját a gyermek. Nem tudom, mivé lennék, ha meg nem szólalhatnék többé. Végül is az vagyok, annyi vagyok, amennyit szavakban el tudok mondani. Annyi a világból az enyém, amennyit meg tudok nevezni. Honfoglalásom a földön, a szavak honfoglalása. Van, akit már rég nem kell rávenni a napi tisztálkodásra. El sem viselné, ha hetekig megtiltanák neki a mosdást, viszketne a bőre és undorodna saját test szagától. Ám nem fogja fel, hogy a nyelv tisztán tartása a lélek higiénéje. Bár lenne minél több magyar, aki átérzi. Nyelvében él, és ő benne él a nyelv. Azaz, aki élvezi a mondat szépségét, teljességét, kerekségét, a gondolat koreográfiáját, mozgás művészetét, a megtalált szavak helyettesíthetetlenségét. Az emberiség rendszerint csak akkor kap észbe, kincseit csak akkor félti igazán, ha veszélybe kerülnek. Úgy kell tanulnunk magyarul, úgy kell szeretnünk szavainkat, hogy sose feledjük. Van, ahol kopik, porlad, pusztul a nyelvünk. A macska naplójából. Részlet. Tudom, hogy népszerűtlen vagyok. Miért? Nem haragszom senkire, mégis vannak haragosaim. Kedves vagyok és csendes. Talán ezt nem tudják megbocsájtani egy dühös és zajos korban. Ezért aztán folyton más állatokhoz hasonlítanak, és a hasonlat az én rovásomra dől el. A kutya fürgébb és szolgálatkészebb, mint én, a baromfi szaporább, a birka szelídebb, és a disznó kiadósabb. Még a hangyát is többre becsülik, mert ha másnak nem hajt is hasznot, legalább magának gyűjt vagyont, és ez ilyesmi elragadtatást kelt az emberekben. Az én bűnöm az, hogy nem keresem a sikert. Nem versengek sem a kutyával, sem a hangyával. A derékebb mindenkihez jó, mindenkinek segít, minden munkát elvégez. Mindig azt ugatja meg, akire a gazdája haragszik, mindig ott van, ahol lennie kell, minden rúgást eltűr, és minden falatot hálásan megköszön. Nem irigylem. De nem irigylem a hangyát sem, mely rovarokat, csigákat, lepkéket és növényeket pusztítva menetel zárt sorokban a vagyon felé. Fullánkja mindig célba talál, raktárai mindig dúsak. Torombolni viszont csak én tudok. Nekem nincsenek nagy ambícióim. Nyugodtan ülök a küszöbön és derűsen szemlélem a nyüzsgő világot. Csak annyi kell nekem, amennyit fáradtság és megalázkodás nélkül tudok megszerezni. Ezért érem be olyan kevéssel. De egyhez ragaszkodom. A függetlenséghez. Én vagyok az egyetlen állat, melyet még nem sikerült idomítani. Nem végzek mutatványokat, nem szolgálok, és nem adok kezet. Ezért sokan butának tartanak. A tárgyilagos közvélemény döntésére bízom, hogy ki a buta. Kegyetlenül bánok az egerekkel? Beismerem. De megfigyeltétek-e már alaposan az egérjátékot? Nem vettétek észre, hogy pontosan úgy játszom az egerekkel, mint a fiaimmal? Elkapom, és újra elengedem őket, hadd tanuljanak rugalmasságot, erőt, kitartást, merészséget. Megkísérlem a lehetetlent, macskát szeretnék nevelni belőlük. De mindig csalódom. Hiába minden kísérletem, reménytelenül egerek maradnak.
Mit tehetek hát? Elszomorodom, és megeszem őket. Ha lenéző véleményt mondanak rólam, ha félreértenek, ha támadnak, nem felelhetek mást, mint egyik ősöm, a fekete macska, amikor színe miatt tócsárolták. Lehet, hogy sőt. A szép szó. Kétségek gyötörnek szép nyelvünk jövőjét illetően, és azt hiszem, nem is ok nélkül. Elburjánzott a pongyolaság, a stílustalanság. Nagyon kevesen törekszenek a választékos kifejezések használatára, nem beszélve a durva beszédről, az útszéli hangról, amelyet felkaptak a fiatalok abban a hiszemben, hogy ezt használva modernek, maiak, s talán még erőtől is duzzadóbbak. Tűrhetetlen, tarthatatlan ez a hullám, s bízom benne, hogy eljön az a kor, amely nem a trágárságával lesz modern, hanem a gondolkodásával. A helyes magyar beszéd, a szép szó olyan kincs, amelyre mindannyiunknak vigyázni kell, akár a szemünk fényére. Ez az anyanyelvünk ugyanis. Nyesegetni kell, tisztogatni, fejleszteni, szépíteni, ékíteni, még hajlékonyabbá, kifejezőbbé tenni, nem pedig bemocskolni. A nyelv a lélek tükre. Hogy ki milyen lelkületű ember, az beszéde is elárulja. Aki durva beszédű, az nem lehet véletlenül sem megértő, a szépségek iránt fogékony ember. Az gondolkodásában is durva, darabos, a humánus dolgok iránt is érzéketlen, magának való, pöffeszkedő, felvágó és hatalomra törő. A tudományos megfigyelések legalábbis ezt bizonyítják. Már Kazinczy is azt tartotta, szólj, s ki vagy elmondom. Ezekben a napokban ez a megállapítás talán időszerűbb, mint valaha. Munkájának és újító szándékának szépsége átível a jelenkorba, intelme itt lobog körülöttünk, csak mi nem vesszük észre, nem értékeljük kellőképpen. Önmagamról. Bevallom harmadszor, hogy hiszek a költészet öncélúságában. Abban, hogy egy versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen. Annak idején ezzel jelentkeztem. Akkor ellenzék voltam. Egy hazafiaskodó szólamokat hangoztató közösség azt követelte, hogy valljak színt. Azt feleltem, hogy magyar vagyok, magyarul írok, s ennél nagyobb szerelmi vallomást nem tehetek népemnek. Verseim mellé nem voltam hajlandó erkölcsi bizonyítványt is mellékelni. Rövid ideig diadalmaskodott az elvem. Most újra ellenzék vagyok. Egy másik közösség, mely épp oly türelmetlen, de számban sokkal nagyobb, azt követeli, hogy mindenki, aki tollat forgat, az emberiség egyelőre homályos, fölöttébb tisztázatlan ügyét szolgálja, és csak arra esküdjék föl. Azt felelem ezeknek, hogy ember vagyok, embernyelven írok, és természetesen együtt érzek szenvedő embertársaimmal. Nem vagyok azonban hajlandó verseimhez külön orvosi bizonyítványt is mellékelni, mely azt tanúsítja, hogy mennyit szenvedek miattuk. Hogy nekem is fáj az, ami nekik. Hogy vérzem, ha kés döfnek belém és beléjük. Hogy a művészi teremtés mindig ember gyötrelmekből fakad. Ezt szigorúan magánügynek tekintem. A közügy a mű. Ha egy költő bármely érdek szószólójává válik, szolgálvá aljasul. Mindegy, hogy ez az érdek milyen és mekkora. Egy kis vállalat szolgája épp úgy szolga, mint egy nagy vállalat szolgája. Tudom, hogy a lábpullárnak manapság világszerte rossz sajtója van. Tudom, hogy az esztétika, mely ősi értelemben az észrevevést jelenti, az érzéki és érzékletes szemlődést, gúnyszóvá lett ebben a csodálatosan elvakult és csodálatosan alacsony században, mely tulajdon szellemtelenségét és lelketlenségét gyűlöli benne. És az esztéta, aki mindenkor az érzéki és érzékletes teremtő volt, szintén csúfnév. Egy puhánynak, egy kákabélű, nyálas félkegyelműnek a csúfneve. Tudom, hogy a világon és az emberi dolgokon való öntelen elrévülést szavakkal való játéknak minősítik a tetszéhámosai, a népszerűség kisvámszedői, mint a szavakkal játszani nem annyi volna, mint magával az élettel játszani. És mintha a szavak nem volnának oroszlánok, melyek már óriásokat is széttéptek. Semmi okom sincs megtagadni hitemet ezekben a mostoha időkben.
Az elefántcsontorony még mindig emberibb és tisztább hely, mint egy pártiroda. Mit jelent nekünk a magyar nyelv ünnepe? Részlet. 2011. szeptember 26-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése az Anyanyelvápolók Szövetségének javaslatára november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. November 13-a az anyanyelvünket államnyelvé tevő 1844. évi második törvénycikk elfogadásának időpontja, amely az állami és a hivatalos ügyek elintézésében, valamint a magyar iskolákban használandó tanítási nyelvként a magyar nyelvet határozta meg. Nagy lendületet adott ez a magyar nemzetté válás útján, és lelkesítőleg hatott a reformkori haladó politikai erők és a nemzet fejlődésére törekvő hazafiak, a költészet fegyverével küzdő irodalmárok számára. Ehhez a naphoz azonban időben közelebbi esemény is kapcsolódik. 2008. november 13-án nyitotta meg kapuit Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma, amelynek küldetése az anyanyelvi kultúra közvetítése, a magyar nyelv történeti útjának, a nyelvtudomány eredményeinek, a nyelvek és a nyelvváltozatok egymásra hatásának bemutatása. Mit is jelent nekünk a magyar nyelv? Létezésünk legfontosabb pillérét, szilárd alapot, amely emberségünk, családunk, népünk, kultúránk hordozója. Mindent, ami magyarrá tesz minket. A magyar nyelv révén él a nemzet múlt, jelen, jövőségében. A magyar nyelv anyanyelvünk. Elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része minden napjainknak. Magyarul közöljük mondandónkat, magyarul értjük meg egymást, életünkben először magyarul szólalunk meg, magyarul kérünk, magyarul örülünk, magyarul szomorkodunk. Kosztolányi Dezső szavaival élve, életünk legnagyobb eseménye a magyar nyelven való beszéd, írás, gondolkodás. Hogyan és mit kell ma tenni a nyelvért? Tanulni és ápolni. Igyekezni a szép, érthető, kifejező, tartalmas beszédre, írásban a helyes írási szabályok betartására. Ügyelni, közölni valunk tartalmi és formai igényességére, amelyben nem csak az tartozik bele, hogy értelmes mondatokban beszélünk, hanem az is, hogy technikailag is szépen formáljuk szavainkat. Nyitott szájjal, hangosan, minden szótagot kiejtve hanglejtésünkre is figyelve beszélünk. Sokat olvasni igényes magyar irodalmi műveket, mert egy szép vers, egy jó elbeszélés magyarul is tanít, bővíti szókincsünket, kifejező képességünket. A nyelv létezése, épsége a nemzet fennmaradásának, fejlődésének fontos záloga. Az e-mail korában ki gondol már levélmérlegekre? Édesapám találóan úgy nevezi az elektronikus levelet, hogy e-mail. Azért hívja így, mert az e-mail szerinte egészen más, mint a régi levelek, hiszen a megírás és a válasz sebessége miatt nincs módunk mérlegelni a szavainkat. Én ritkán használom ezt a szót, mert úgy érzem, hogy a mi generációnk számára a számítógépen küldött levél szinte az egyetlen levelezési forma, tehát ugyanúgy levél, ahogy a borítékos változat. A legfiatalabb generáció már ennél is gyorsabb és rövidebb, képes zenés üzenetekkel kommunikál, és már nem is hallott a levélmérlegekről. Miért fontos mégis egy öreg levélmérleg? Mit ér? Mit mér? Mit jelent ma nekünk? A postán még látni hasonlót, de az már digitálisan írja ki a levél súlyát és árát. Nincs rajta súlyjelző, kis piros mutató. A súlyból puszta szám lesz, elvont fogalom. Lám, milyen furcsa a magyar nyelv. Még a megfoghatatlanra is azt mondja, fogalom. Mintha tapintható lenne, mintha helye lenne a térben. A szónak persze mégis igaza van. Tapasztalatból tudjuk, hogy van súlya a fogalmaknak is. Az emlékeknek, a vágynak, a halálnak, a szerelemnek. Szoktuk emlegetni az évek súlyát, a nehéz bánatot, a vágy terhét, meg annyi beszédes szófordulat. Nyilván az elvont a francia nyelv is sok ilyet ismer. A versbeli beszélő minden esetre azt reméli, hogy ha máshogy nem, legalább a felgyülemlett por pár grammi terhe által megfoghatóvá,
mérhetővé válik az idő súlya. De nem. A precíz műszer nem érzékeli sem a barátságok és szerelmek eltűntét, sem az öregedés szomorúságát. Urok, édes Dalmán, urok, édes Dalmán, lágy zenek él szívhez ír, lágy zenek él szívhez ír. Sem bőkör, sem bankó.
Thank you.
Ah!
Ha ha ha.